Erőtékiséget, kedves bajtársak! Ezt a Gavelgém csinál, én Raptor vagyok, és mint ahogy láthatjátok, itt is vagyunk a Salt 2 következő részével. Ugye múltkor ott hagytuk abba, hogy eljöttünk erre a szigetre, majd pedig úgy visszahajóztunk, egy picit széjjel néztünk, hogy mi, hol, merre, hány méter. És ugye van egy küldi, amit meg kellene csinálni, azt ugye ezen a szigeten kellene nekünk végrehajtani. Itt ugye van egy bánya, ezt most minket nem érdekel. Úgyhogy visszahajókáztam erre a szigetre, és ugye itt fogjuk megcsinálni ezt a küldetést, vagy tovább menni a küldetéssel. Úgyhogy tartsatok velem, hogyha érdekel benneteket, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ugye az újakat, illetve a régieket egyaránt. Mindenkinek nagyon sok tisztelet, a régieknek azért, ugye, hogy bemerték vállalni, hogy még mindig velem tartanak, az újaknak pedig azért, hogy rám mertek kattintani arra a feliratkozás gombra. És itt vannak is, hallgatnak és néznek, kommenteltek. Úgyhogy mindent nagyon szépen köszönök, a lájkokat, illetve a megtekintéseket, mindent. Úgyhogy nézzük is, hogy mi is az, ami kell nekünk. Ez a kartográfer fog nekünk kelleni, és vele kell itt beszéljünk. Waveskeeper, igen. Valami kalózok, áll az üzlet. Jó. Igen, valami kalózokat kellene nekünk. Bizonyosan nagyon csapkodni. Tehát aztán van egy workbench, ugye? És... tudtunk csinálni ilyat talán. Igen. De nyilvesszőt azt nem. Most már tudunk csinálni nyilvesszőt is. 5 darabot craftoltunk. Megnézzük, milyen az íjászkodás. És kaptunk egy új küldetést. Vannak itt valahol elvileg kalózok közelben, úgyhogy őket kellene megkeresni. Hogy is tudjuk megnézni a questet? Itt van. Oké, tehát már az van, ugye, hogy keresgélnünk kell. Szélnézünk először ezen a szigeten. Vannak esetleg kalózok, hogyha nem, akkor valahol itt a közelbe. Hogy bemegyünk, lehet, hogy a barlangba bujkálnak. Nem nagyon látok itt, az a baj. Miért is lett volna egyszerű, ugye? Oké, szintet léptünk, az nem baj, sose. Immunis a cucc ránk. Az ilyet ki akarom próbálni, hogy ez mennyire hatékony. Mennyi ízét kell lekraftolni, nyilvesszőt. Ezt szeretnénk használni. Nem adottam úgy valami ötletet esetleg, merre menjünk. Igen, ezt ugye betrekkeltük már, ez ugyanaz. Á, itt van. Na, azt kell nekünk, oda kell elmenjünk. Meg kell nézni az inventory-t, mert odaadta nekünk ám ezt a dolgot, csak le kellett kukkantani az inventory-ba. És valahol itt álltam meg. Úgyhogy áthajókázunk innen a másik... Szia, malacka! Szóval áthajókázunk innen a másik szigetre. Gyere csak velem. Ez üres, fene egyen meg. Oké. Sebességbe rakjuk a szekeret, megpróbálunk innen kifordulni, de hiába tekertem ki a kormányt.
Ez szerintem nem fog sikerülni. Úgyhogy... újra kérjük a... hajót. És elmegyünk kalózokat vadászni. Mégpedig... azt mondja, hogy... hát itt a sziget mellett kell elvileg elhajókázzunk. Kicsit és akkor hamarosan meglátjuk ezt a kalózszigetet. Ahol úgy föl tudjuk majd venni az elveszett irányt, így, hogy ellopott, nem is elveszett, mert ellopták. Ezek a piszkok. Néha azért nézek egy irányt, hogy jó felé jövünk-e. Pont a szemünkbe süt a nap. A nap nyugaton nyugszik. Megpróbáljuk ezt a dolgot követni. West 3, jó, jó felé haladunk. Tehát hamarosan meg kell billancsuk itt a szigetet, a másik szigetet, ami itt előttünk, és akkor majd mondjuk, hogy Geronimo! És lekaszabolunk minden elvetemült kalózt, és visszaszerezzük azt a izét, hogy ne ezzel a rossz teknővel kelljen itt jönnünk, mennünk, hanem akkor meg legyen az első hajónk. Hogy azt ígérte a csávó, hogyha segítünk neki ebbe, akkor megkapjuk az első normális, igazi hajónkat. Ami azért reméljük, hogy jobb lesz, mint ez a kis szeretvedett ákolmány. Hét darab brönkön úszó vitorla, meg egy ordóba szerelt valami izé. Ez ám a kormány szerkezet, látjának? Á, ott a sziget, közben. A nap meg mindjárt lebukik a horizonton. Preszkesetek kalózok, érkezünk! Nagy gázzal, nem is kicsivel. Ugye aki szereti az ilyen kis chilles hajókázós, picit kardrahányós történetet, annak szerintem mindenképpen nézzen rá a játékra. Mert szerintem elég hangulatos, hopp, most generálta a térképet. Elvileg ezek itt lesznek valahol. Van elég sok ilyen ketrec, meg ilyenek, lehet, hogy pont itt. Hol vagytok? Meg is van. Hát ez gyors volt, srácok. Ez üres. Ez is üres. Hát milyen kalózok ezek te? Elég csövesek. Most elég jól lekardozott minket, ami a ember. Jó, hogy van potink. Jobban nyomunk is be egyet. Ezt már néztük. Persze, hogy most van sötét. Tudunk egyáltalán craftolni mondjuk... fákját. Hát nem. Ilyen lámpást tudnánk. Basic blacksmith recept. Oké. Okay. Tudnánk, de mégse tudunk. Itt van egy. És nem tudjuk fölvenni. Nem, reszettelünk.
Próbáljuk csak ki az íjat. És nem hal meg. És akkor oda is van az íveszünk. Hát ez nagyon jó. Tehát nem kaptuk vissza. Alig tudunk gyártani amúgy íveszőt. Így is. 1-4. Ez jobb, ez a kard. Sincsen semmi. Hú, ígyunk egy hűsit. Kis hűsikét. Ez íjász. Megállom ott 3 íjvesszőt. Kötél. Nem nagyon látszik az írás este. Ez probléma. Tudnánk aludni. Nem tudom, hogyha lefekszünk aludni, hogy akkor ide. Ez problémás. Nem. Inkább kialszom magam, és akkor legalább ti is láttok. Ide nem tudunk betörni. Ehelyett pedig át kéne állítsuk inventory, hogy ezt vedd elő. Kösz. Egy picit főzőcskésztünk. Na, hát ő nála már azért voltak cuccok. Ő azért egy picit erősebb volt ezt a kardot esetleg. Szerintem ezeket majd el tudjuk adni szépen. Viszünk mindent, ami olyan. Ez a gaz, ez itt micsoda, ezt nem lehet levágni. Nem. Virág viszont van. Majd még be is tudunk menni. Ez még jobb, mint ami most van. Á, úcs! Ki vagy te? Jó. Elfogyott a cucc.
Akkor itt szépen meg tudjuk inni. Ezennél voltak ám cuccok. Ezt már néztük, nem? Training boltot azt nem tudunk többet craftolni. De ilyet viszont igen. Megettük a banánt. Oké. Szépen szedünk azért össze dolgokat. Jó, menjünk vissza. Adjuk oda a csávókának a cuccot, meg adjuk el a dolgokat. Aha, mit felejtettem el? Elállítani ezt a szigetet. Oké. Hozzáadtuk a szigetet is közben. Ezért tudjuk, hogy itt van egy ilyen. Ja. Bocs. Sebességbe kell tenni a hajót. Az igen, az már hullám volt rendesen. Még át sem tudunk rajta menni. Hello. Amíg nem fedezzük fel a szigetet, addig nem is látszik, ha jól nézem. Jó, onnan jöttünk. Egymás mellett van két sziget is, mondjuk ott is volt. Az a kettő, ez ugyanaz. Na, van itt az is új korlát. Ja, megállunk, hello. A levegőbe. Remélem, hogy hamar ide fogja adni a kis hajócskán. Hát ez... Ánykolódunk itt a tengeren ezzel a kis ladikkal. Elég rendesen. Milyen nagy hullámok vannak, azt nézzétek. Hopp. Generálja a térképet. Elég jól meg van csinálva amúgy ez a vízhullámzás. Vagyis én nekem tetszik. Azért is mondtam, hogy ha valakinek tetszett a Sea of Thieves, akkor tehát ez is biztos, hogy tetszeni fog, mert ez is eléggé hasonlít rá.
És akkor nézzük, mi történik, hogyha visszaadjuk a csávókának a az elveszett értékét. Lehet, el kéne adjuk a cuccokat. De figyelj már, veszel valamit, hello? Ez nem érdekel engem. Ah, itt a kovács. I can smell anything. Even you. Itt tudunk eladni dolgokat. Hát egyért tudjuk eladni azért ezt a kardot. Megmondom őszintén, én többre számítottam. Nem, 10-ért. Akkor ez marad. A jót azt nem tudjuk eladni, idézőjelbe. Azt nézzétek, mennyi izé van már itt. Így recept, azokat meg kéne tanulni. Térképek, mi hol merre van. Ilyen kompeszt vagy ilyesmit nem veszel? Hát ebből szerintem elég 10, nem kell több. Fölösleges. Ez is csak egyet ér. Hát jó. Nem ez a legjobb lootkör. Jó, keresjük meg a térképet, adjuk neki vissza, ami az övé. Nézzétek, vannak feladatok. Ez tök jó. Gondolom, hogyha megcsináljuk, akkor itt fogjuk kapni a dolgokat. Hol volt a térképész? Itt. Beszéljünk vele. I do love a good boat. Add a hajót, hello! Rendes hajóval fogjuk most már szelni, srácok, a habokat. Csak le kell kraftoljuk. Workbench-ben lehetett el, azt hiszem, ne kraftolni. Nem. Oké. Hol tudom megkraftolni a hajót? Ezért elég sok nyersanyag van. Hogy itt bent nála tudjuk, már nem emlékszek, hogy mivel kraftoltuk a hajót. Vem. Aha, itt kell. És... Na milyen? Milyen hajónk van? Szép nagy. Hát csak kimegyünk, azt úgy tesszük le. Gyorsba. Megnézzük a tengeren. És... Please. Húva betette már, azt nézzétek. Hát mire odáig beúszok, éhen halok. Nem beszélünk vele. Addig, amíg nem mászok fel rá, addig nem beszélek vele. Hogy ez full üres ilyenkor? Az komoly. Hát én azt hittem, hogy ebben lesznek itt cuccok. És ezzel már van egy beépített iránytű is, oké. Na hát ez már egy kicsit komolyabb. Ha jó. Jó, menjünk beszéljünk a csókával.
Hát, hogyha a sziget másik oldalán mentem volna, ott közelebb lett volna a víz, mint itt. Most már mindegy. Csak megláttam a vizet, azt mentem az orrom után egyből. Rohantam bele, mint hülye gyerek. Szervusz! Be quick about it. Nothing money. Hát az mi akkor? Jó, hogy ez neki van. Aha. Oké. Okay. Gondolom, itt tudjuk felszerelni a hajónkat. Nagyon jó. Let's hear it. My feet are tired. Be quick about it. I do love a good boat. És most? Kész vagyunk a küldivel. Oké. Okay. És ez most ő mindent ráhányta a hajómra? Vagy ezt hogy kell elképzelni? Vagy itt van, nem, itt van nálunk. Akkor nekünk kell ráhányni a hajóra? Oké, okay, ott a hajó. Közelebb van a víz. A malackánál. Szia, malacka! Röf, röf. És ezt a hajót is ugyanúgy tudom ide hívni, aha. Oké. Okay. Hát konkrétan a bázist azt a hajón fogjuk tudni berendezni. És így tudjuk ugye forgatni. Jó. De csak egy irányba. Ami annyira nem jó. Várjunk, ezt ki... Ja, hogy ezt ki tudom tenni itt is? Aha. Hát egy picit belelóg, de a miénk legalább, tudjátok. Craft. Egy szenet csinál. Jó, hogy így ezt egyből megcsinálja, aha. Na szóval így tudunk craftolgatni a hajón. Kellene még nekünk akkor a stationök. Hova tegyük a főzőüstöt? Hát csak ide. Mondjuk az elgondolás az nem rossz végül is, hogy hát legyen így, csak a kocsma legyen velünk szemben. Ő
Mit tudunk úgy főzőcskézni. Ja. Ezt már elhelyezzük itt bent. Szerintem így van az eleje. Aha, túlpörgettük. Teszünk még egy kört. Legyen így. Oké. És van még ez. Igen, ez nem jó. Ugye ez minden úgy régen fog állni. Hát ez baromi jó. Mindegy, jó lesz ez így. Oké. Okay. Jó, hogy ez ilyen nagy. Aha. Erről nem volt szó. Hogy te ilyen nagy vagy. Itt is, akkor így nem akadályoz semmit. Itt tudunk ilyen bőröket, meg ilyesmit csinálni. Na! Hát alakul itt azért szépen a hajó. Tehát, hogy most már tudunk rajta főzni, meg mindent. Tehát egy komplett házat berendeztünk gyorsan. Hogy itt a kartográfernél tudunk vásárolni ilyesmi cuccokat. Ugye most már van iránytűnk, van egy nagyobb hajónk, amit ugye ki is próbálunk. Teszünk vele egy karikát. Na igen, ez azért egy kicsit ez lassabban fordul. Meg lassabb is. Ugye ezzel vadászni vagy üldözni másik hajót nem nagyon kell. De most már szépen el tudunk indulni akárhova. Úgyhogy innen fogjuk majd srácok folytatni. Legalább úgy meglett ez a hajó. Picit ugye haladni fogok majd a történetem, próbálok haladni egy kicsit előrébb. Ugye ezt-azt felfedezgetni, megcsinálni. És akkor legközelebb már úgy jelentkezni, hogy még fullosabb legyen a gépezet. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt. És akkor várnak vissza benneteket legközelebb is. Addig is jók legyetek, Ali-Ali, sziasztok!